Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata, a második kérdés, hogy érzi magát, a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés. Viszont én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Tehát az sem véletlen, hogy te ezt a felvételt megtekinted, hiszen valamilyen üzenetet kapsz te ebből. Viszont ha szeretnél egy személyes jóslást, arra is megvan a lehetőség. Vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. És most rátérek a kártyákra. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt látható, hogy szorgalmas, sok a munkája. Belefekteti az erőt a munkába. Ezek az érmék nem csak az anyagiakat vagy a munkát jelentik, hanem a belső értékeket is. Hogy te értékes vagy számára, és azon dolgozik, hogy megkapja ő is a megbecsülést, vagy te is megkapd ezt a megbecsülést. Néha azt jelenti ez a kártya, hogy kevés az ideje, mert csak a munkája. És ha ezt ő így közli veled, akkor megbízhatsz a szavaiban. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt újra az érmék jelennek meg. Tehát az anyagiak, a munka, vagy a belső értékek, a megbecsülés. Itt a kettes szám utalhat rád, és őre, de még kicsit vacillál, hogyan fejezze ki az érzelmeit. Itt a hajók a háttérben jelentik a reményt. Ami a munkát illeti, itt vannak változások, vagy egy ajánlat, vagy ebbe az irányba tekint, vagy ebbe az irányba, tehát itt döntésekről is szó van. És ez a két érem jelenthet szerződéseket, mint például egy munkahelyi szerződést. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Itt a kezébe veszi ezt a botot, és cselekedni fog. Kicsit bizonytalan még, tehát olyan kis lépésekkel közeledik hozzád, de én mindig úgy szoktam mondani, a kis lépésekkel is el lehet érni valamit. Itt látható a tűz eleme, tehát utal az ő bátorságára, vagy a lelkesedésre, vagy utal egy testi kapcsolatra. Viszont olyan kis visszahúzódó és szerény, ami a testi kapcsolatokat illeti, hiszen olyan kis lépésekkel közeledik. Lehet, hogy még ezt nem meri úgy kimondani, de ez a szándéka. A következő lap azt mutatja, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható, hogy ő fog közeledni hozzád ezen a fehér paripán, lehet, hogy fehér autója van, és átnyújtja számodra ezt a kelyhet, és az utal az érzelmekre. Itt látható még a bizonytalanság, ami a szexuális témákat illeti, viszont az érzelmekről beszélni fog. Itt a másik két kártya azt is jelenti, hogy értékes vagy számára, és utal még az anyagiakra, a munkájára is. Itt az érmék jelenthetik ezt is. Ami kettőtöket illet, itt közeledés lesz, és kimutatja az érzelmeit.
És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!